A 32 éves Videoton Holding ZRT újabb pozitívan elkönyvelt évet zárt le, hangzott el a cég zárógáláján. A 2023-as évvel kapcsolatban ugyan voltak kezdeti kétségek, de a tavalyi év végén eltervezett 300 milliárdos árbevételt idén sikeresen teljesítette a cég. A vállalat csoporta jelenlegi gazdasági globális problémákat, mint például a COVID világformálása, vagy a mindenkit érintő háborúk viszonylag könnyen átvészelte, amit az alkalmazkodó képességének, a sokoldalúságának és a technológiai fejlesztéseknek köszönhet a cég, mondta el a vállalat elnök vezérigazgatója, Széles Gábor. Remélem lépéseket meg kellett hozni abban a nehéz helyzetben, amiben voltunk. A Videoton társ vezérigazgatója Sinkó Ottó kiemelte, az idei év híre a vállalatcsoport számára az, hogy 2023-ban a globális minimumadó alapján hivatalosan is multinacionális vállalattá emelkedett. Ennek kettő definíciója van, 750 millió eurós éves árbevétel az utolsó 4 évben legalább 2-ben, ez megvolt, a másik pedig a nemzetközi jelenlét, hát a bolgár telepeink 1999 óta megvan. Tehát mi ezeket a kritériumokat teljesítettük, úgyhogy mi most már múltik vagyunk. Az évzáró este vendége volt Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András, aki elmondta, a cégen kívül és belülről figyelve is úgy látja, a Videoton stabilitása, óvatossága és a változásra való képessége eddig is és ezután is nagyon fontos része lesz a város életének. Kiemelt fontos partnere a városnak a Videoton. Nagyon-nagyon sok olyan területet mondhatnék, hogy még igaz, foglalkoztatottak létszámától a helyi adók keresztül, nagyon sok mindent, én mégsem ezt emelném most ki, hanem azt, hogy abban is mindig partner a Videoton, hogyha bármi a városban úgy merül föl, hogy tudjuk, hogy abban a Videoton tud nekünk valamilyen segítséget, támogatást adni, akkor a cégvezetőkhöz mindig bátran fordulhatunk, amit ezúton is szeretnék megköszönni az elmúlt évek és ezen év tekintetében is. A Videoton Holding ZRT a következő évben kissé nehezülő gazdasági helyzetekre számít, de 2024 így is számos új lehetőséget és piacot tartogat a vállalatcsoport számára.